És újra itt vagyunk Magyarország leginformatívabb YouTube csilis csatornáján, ahová elhoztam nektek a mai napra Popping Pepper fermentált szószaiból párat, amiből egyet meg is fogok kóstolni, és úgy összességében pedig bemutatnám nektek, hogy van még Magyarországon remény. Tehát nekem az ilyen fermentált kóstolók mindig igazából erről szólnak csak, nem csak arról, hogy én itt bóckodjak nektek, hanem hogy bemutassam azt is, amire egyszerűen mások nem hajlandóak, mert nem pénzeli őket olyan, aki minőségi fermentált, de hogy úgy egyébként egy minőségi szószt, csiliszószt készítsen. Tehát sajnos itt a YouTube-on is minden csatornán szart akarnak eladni nektek. Ha nem hiszitek, járjatok utána. Ehhez kell egy kis idő azért, meg sok tapasztalat szerzés sem elhanyagolható, tehát kell hozzá idő, tapasztalat, hogy rájöjjetek, hogy bizony csúnyán meg vagytok vezetve, és Magyarországon a chili sauce kultúra az így nagyjából a béka segge alatt van nagyon mélyen. Sajnos én csak ebben a formában tudom időben és pénzben megengedni magamnak, hogy ezt erre felhívjam a figyelmet, és jobb útra próbáljalak kicsit terelni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, de hogy mutassak nektek valami olyat is, amit máshol nem tudtok megnézni. És szerencsére, ugye, mint mondtam, mindig találok olyanokat minden évben, van pár ember, aki tényleg komoly arc, nem pedig egy ilyen kis stílű magyar virtust képvisel, és tényleg szeretnének jó szószokat készíteni, nem csak azért, mert abból lehet pénzt keresni, hanem maguk miatt is, hogy meg úgy egyébként is érdekli őket, hogy lehet ezt még fokozni, hogy mi van még azon is túl, meg az íz, hogy passzol egy másik ízzel. De hát ugye ez itt szintén a Facebookon el van mondom mindig, hogy az íz így, meg úgy, aztán mégis a vége mindig minden videónak az, hogy egymásra röhögnek, hogy csíp jobban a másiknak. Tehát innentől kezdve tökéletesen látszik, hogy ez az ízzel való próbálkozás csiliszószok terén még mindig nem megy Magyarországon, még mindig ezen a szinten vannak a felhasználók is, hogy egyszerűen nincs is igény jobbra, de ha majd egyszer beérik ez az munkásságom, amit itt folytatok már évek óta, akkor, és lesznek végre olyanok, akik eljutnak több háztartásban is, mert készítenek mondjuk egy rakás fermentált szószt, és el is tudják adni, és tökéletesen ki tudnak szolgálni majd benneteket. Na majd akkor rá fogtok jönni, hogy miről is volt szó, de legyen most szó erről a szószról, ami nem más, mint egy ilyen sárga szószocska. Állagra lehetne folyósabb is, de egyébként teljesen ehető. Az egész szósznak az érdekessége az egyébként, hogy összességében egy fűszer határoz meg minden, de a fermentálásnak köszönhetően nem tudod elsőre, hogy az a fűszer tehet mindenről, és pont ez szép ebben a szószban, és azért is ezt választottam bemutatáshoz, mert teljesen hozza a fermentálásnak a lényegét, ami nem más, hogy ugye az egy eszköz, amivel az ízeket tudsz játszani, és az ízeket tudod erősíteni, elvinni ilyen irányba, vagy olyan irányba, vagy teljesen megváltoztatni. És itt is ez történik, hogy egy egyszerű, meg tűnő ötlet, ez hozzá tett a fermentálás, és valami elképesztően jó dolog lett utána belőle, szerintem. Illatra nagyon friss, igazából ilyen mentás, lájmos világot kell elképzelni. De tényleg, tehát ez a mezőn rohangász, mesztelenül és fújja a herédet a lágy tavaszi szellő, annyira friss érzést ad. Kóstoljuk meg, hogy ízben mennyire friss. Hát igen, állagra
lehetne folyósabb. Ugye Magyarországon ez még nem divat, mert azt hiszik, hogy ez az ízóvására megy. Persze, ha vízzel hígítod, akkor igen, de hát vannak erre más módszerek is. Nagyon jó. Ahogy nincs benne, azt hiszem, menta, de ami az egészet hozza, azt a fűszert viszont nem nevezném meg, azért, mert ezt ő találta ki, és ha szeretnétek, akkor megkérdezitek tőle, és ő meg szeretne válaszolni, akkor válaszol. Én nem szeretek, ha nem tudom, mennyire tűnt fel nektek videókban olyan dolgokat kiragadni, amit utána más el tud adni, mert bár ugye nem nézi senki ezt a csatornát, meg a Chili Paprika Lexikó csoportokat se, mégis bármi, ami új ötlet onnan egyszer kijön, azt utána már egy hónapon belül tuti, hogy valaki árulja, úgyhogy vannak fenntartásaim receptekkel kapcsolatban, én nem is nagyon szoktam megosztani konkrétat, a képekről is egyébként én lecsípem azt a részt, ami néha fontos lehet, hogy úgy fordítom, hogy nincs rajta. Hát ez már eljátszották előttetek az emberek, de attól függetlenül segítünk tényleg, hogyha konkrétat kérdeztek, abban segítünk, de nagy tippeket ne várjatok, mert eladják az ötlettelen csilisek is. Én ezt nem támogatom. Na, kóstoljuk! Lom! Ugye, mert így kell fogalmazni. Íze egyből bejön egyébként ez a említett fűszer. Hát így többedik kóstolás után nyilván már főleg, de ízre, ha ettél már ilyet, akkor, ja is, ugye fermentáltál is, akkor szerintem már elsőre meg lesz. Ha nem fermentáltál már még ilyen fűszer, akkor lehet, hogy kell egy kis idő, még megtalálod, nekem is kellett, mert én például én nem is gondoltam volna, hogy én szeretem ezt a fűszert, de hát most kiderült, hogy de, úgyhogy erre is jó a fermentálás, hogy lehet, hogy ha valaki spenótot fermentál, akkor meg fogja szeretni majd a gyerek, mert ilyenekre képes. Érezni egyébként benne még egy gyümölcsösséget is, most ez lehet, hogy a chili fajtája, hogy lehet benne van valami gyümölcs is, de ugye nem akarok megfejteni semmit, hanem csak amit érzek, azt próbálom tovább adni. Ez egy gyümölcsösség, tényleg egy ilyen mentás, lájmos frissesség, amit ugye ez a fűszerhoz jellemzően. Úgyhogy egy nagyon, nagyon jó élmény volt ezt a szószt is megkóstolni, meg bemutatni nektek. Bár ugye nem mondtam el a titkot, de remélem, hogy azért kedvet hozok mégis ennek ellenére, ahhoz, hogy kipróbáljátok a fermentálást, hogyha igen, akkor itt a leírásba, a Discord csoportba lépjetek be, ott van a fermentálás topik, ott nem úgy, amit a Facebookon, hogy össze-vissza be van hányva minden kérdés, hanem ott külön, mindennek külön témája van, külön szobája van, ott tudsz menni, ami nem érdekel, azt le tudod némítani, tehát teljesen csak azt látod, ami érdekel, és nem egy ilyen rádúzódított fal vár reggel a budin, amikor belépsz, hanem hogy tényleg mindennek van helye, és segítünk bármiben. Tehát növényneveléstől egészen az üvegbe, hogy tedd bele a csilit, mindenre kapsz választ. Ja, meg hát ugye ez a fő csapás irány azért még mindig nekem, de azért már fermentálásod is hozzá tudok szólni egész jól, úgyhogy kérdezzetek, de nem csak tőlem, mert ott többen is vagyunk még ilyen hülyék, mint én, és fogunk segíteni. Na, csóklász!